A tavalyi évhez képest 800 millió forint mínusszal indulunk. Budai Loránd polgármester döntés után című műsorunkban számolt be arról, hogy a jelenlegi adatok alapján 2020-hoz képest 800 millió forinttal kevesebből kell gazdálkodnia idén Jászberénynek. Az iparűzési adó megfelezése, a Elektrosz kivonulásából adódó adóbevétel csökkenés, a gépjárműadónak az elvétele, valamint a tervezett pandémia által okozott gazdasági nehézség összességében ez kb. 800 millió forint kiesést jelent. Maga az iparűzési adónak a megfelezése azért 500 millió forintnyi összeget tesz ki. Egy ilyen mértékű bevételkiesés már nem csak a fejlesztések, illetve a nem kötelező feladatok ellátásának finanszírozására, hanem a városi intézmények, a város üzemeltetés költségeinek kigazdálkodására is hatással lehet, fejtette ki véleményét Budai Lóránt. Próbálom minden egyes költséget átvizsgálni, megvizsgálni, és ha kell, akkor ahhoz hozzányúlni. Szerződésmódosítások már történtek. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy itt milliós és százezres kiadásokról van szó, melynek összessége tehet ki egy olyan összeget, amely már érezhető a költségvetésben. Külön-külön cseppek a tengerben, de most élek ott ez a város, hogy ezeket egyben kell nekünk vizsgálni, egybe kell látnunk. Ez a folyamat van most előttünk a Városházán, akár olyan szinten is, igen, hogy a fűtés, a világítás, a szemétszállítás milyen költséget tesz ki, és abból még hogyan lehet lefaragni és optimalizálni. A költségvetés kidolgozása előtt a polgármester a helyi Fidesz képviselőivel is szeretne egyeztetni, illetve a térség országgyűlési képviselőjének segítségét is kéri, hogy a kormánynál elérjék a bevételkiesés kompenzálását. Így az elvonások kapcsán is nekünk egy levélben kell fordulnunk a képviselő úrhoz, és kérnünk arra, hogy továbbítsa a kormány megfelelő tagjai felé azt a kérelmet, miszerint az így kiesett 800 millió forintot valamilyen szempontból kompenzálja a kormány, és ebben legyen a város segítségére. Emellett vállalkozókkal, vállalkozásokkal is egyeztetünk, hogy a városba történő megtelepedésüket elősegítsük. Műsorunkban kitértünk a Malom központ építési területének múlt heti elfoglalására. A polgármester rámutatott, hogy továbbra is jogszerűnek tartja intézkedéseit, és vállalja annak következményeit. Nem gondolom radikális lépésnek az, hogy egy kordont 2 cm arréptébe bementem a saját területemre. Én azt gondolom, hogy a jogi következményeket és a politikai következményeket is vállalom, és ha arra szóra utalok vissza, hogy precedens teremt, szeretek precedens teremteni. Azt gondolom, a városi érdeke ez volt, hogy ott végre történjen valami. A fölmérés megtörtént, a leltár megtörtént, a műszaki szakember hamarosan megérkezik, és megtörténik a téliesítése az épületnek, majd a fölmérése, és végre, hogyha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, de akkor is, hogyha nem, akkor ez a beruházás folytatódni fog, mert ez a torzó nem állhat így a város közepén. Döntés után című műsorunk idei első adásában Jászberény választott vezetője mindezek mellett röviden értékelte a város elmúlt évét, illetve kitért a folyamatban lévő fejlesztések befejezésének mikéntjére. A teljes adást megtekinthetik az interneten, televíziónk honlapján, illetve közösségi felületein.